Fontos bejelentésekkel indult a Covid híradó hétfő esti már 11. adása. A polgármester bejelentette többek között azt is, hogy 2-től újra van az idősek számára vásárlási idősáv. Hétfőtől péntekig 9 és 11 óra között, szombaton és vasárnap pedig 8 és 10 óra között lesz az a sáv, amikor kizárólag az idősek vásárolhatnak a boltokban. Annyi benne az érdekesség, hogy jelenleg az idősek nem csak ebben az időpontban vásárolhatnak a boltokban, viszont ebben az idősávban csak ők vásárolhatnak. Úgyhogy érdemes akkor menni, hiszen azt is tudjuk, hogy az idősek a legveszélyeztetettebb korosztály a COVID-vírus fertőzéssel kapcsolatban. A hétfői Covid híradóban is a belvárosi parkolással kapcsolatban érkezett a legtöbb kérdés. A polgármester ezekre válaszul elmondta, a hétvégén csak bérlettel lehet szabályosan megállni a centrumban, este 7 és reggel 7 óra között újabb helyeken lehet ingyen parkolni, és az is kiderült, hogy az Árkád környékén könnyebb lesz autóval megállni. 27-től a Rába régi telephelyén az Árkád mellett nyitunk egy nagy parkolót, illetőleg az Árkád vezetőjével tárgyaltunk, és köszönjük szépen a rugalmasságát, ezt pont az adás előtt beszéltük meg vele, hogy az Árkád lenti kültéri parkolói, ami csak nem 500 autó parkolására alkalmas, nyitva lesznek holnaptól, úgyhogy az pedig nagyon közel van a Tarcsi úti piachoz, egy gyenge sétával megközelíthető. Úgyhogy nyilván talán látszik az, hogy mindig megpróbálunk rugalmasan figyelembe venni, megpróbáljuk azokat a kéréseket, javaslatokat, amiket önök feltesznek, és megpróbálunk további parkoló lehetőséget teremteni. A polgármester ugyancsak kérdésre válaszolva kiemelte, Győrben is betartják azt a központi intézkedést, hogy a piacok működhetnek, de a csapatsportokat nem lehet űzni a járvány idején, és azt is megerősítette, hogy bár már szervezték, a Covid helyzetben Győrben sem lesz karácsonyi vásár az adventi időszakban.